Üdv mindenkinek, sziasztok! Csabinyó vagyok, ez pedig nem más, srácok, mint egy olyan játék, amit az egyik nézőm készített, méghozzá egy olyan nézőm, aki több mint 4 évvel ezelőtt már csinált pályát az AVM sorozatomba, méghozzá Inka Kaland néven, a jobb felső sarokban lévő kártyán eliritek ezt a videót, illetve itt a képernyőn láthattok belőle részletet. Szóval ez a nézőm most már odáig jutott, hogy nem csak Minecraft kalandpályákat készít, hanem egy komplett játékot, méghozzá ezt a játékot, srácok, ezt a játékot egyébként Steamen eliritek, a neve a bal felső sarokban látszódik, Stolen Rage, ez a játéknak a neve vagy címe. Úgyhogy srácok, hát akkor kezdjünk bele. Na most van itt egy olyan, hogy Continue, ezt még nem tudom használni, mert ugye nincsen benne elmentett állásom, de van egy New Game, illetve van egy Quit. Akkor New Game. Na és itt vagyok, kérem szépen. Ez az én szobám, vagy lakásom, és éppen kelek fel az ágyból, ha jól látom. A kutyát szomjas. Igen, és akkor ez a feladat, hogy a kutyám szomjas. Na most balegérgomba veszem fel a tárgyat. Szia, kutyus, hello. Aha, akkor Rage. Rage-nek hívják. Le tudok googolni hozzá? Nem. Na jó, akkor nézzünk körül. Mi ez a nyúl? Van itt egy nyúl. Ah, itt van a cuccok. Automatikusan felvettem, hogy ide jöttem. Ez egy rádió? Megfogtam a rádiót. Jobb egérgomba dobom el. Föl kéne tenni ide a polcra vissza. Ez így. Ez a sikerült. Na, szia, kutyus! Ja igen, akkor addig kéne neki inni. Gondolom, mert ez a feladat. Nincs elég víznyomás. Na várjál, akkor viszont kutyuskám, ezeket így nem fog működni. Víznyomás. Meg kéne szerelnem a csapot, gondolom. Aha. Zárom az ajtó. Find a key. Szóval meg kell keresni az ajtó kulcsát. Jó. Hát akkor a srácok megkeresik az ajtó kulcsát. Itt van egy ilyen óra. Mind a két ajtó kinyílt. Ez mi? Ez most kell nekem? Föl tudtam menni ezt a villás kulcsot. Na várjunk, nekem most nem ilyen kulcs kell, nekem most rendes kulcs kell. Ezt nem tudom fölvenni. Ja, itt a kulcs, megvan a kulcs. Ez az. Jó, akkor most visszamegyünk szépen az ajtóhoz. És akkor most már minden király. Ez az, ki is nyílik. Nagyon király. Hát srácok, ahhoz képest, hogy a srác ez full egyedül csinálta meg ezt a játékot, hát veszarás, komolyan mondom, elképesztő, el sem tudom képzelni, hogy egy ilyen játékot hogyan kell egyetlen megcsinálni, vagy elkezdeni, vagy szóval értitek. Van megint valami, ez amúgy mi volt, amit felvettem? Na mindegy, nem tudom. Be van szorulva valami, igen, és hogy kell egy eszköz. Na akkor most kell a villáskulcs. Akkor menjünk szépen vissza a villáskulcsért. Akkor ezek szerint így fogom a nyomást helyreállítani, gondolom én. Igen. Nem. Aha! Tartsd E! Ja, hogy még... Ja, hogy... Aha, szóval követni kell. A kutyád szomjas. Jó, oké, okay. Akkor kutyuskám. Most már... Tudok beletenni vizet? Aha! Igen. Prepare the rabbit. Kutyuskám, gyere, jel, légy szíves. Jaj, nem jó sikerült ledobni, remélem sikerül most. És iszol is belőle? Vagy nem? Nem kell neki. De kell neki a víz. Jó, király. Na, és akkor itt van a nyúl. Akkor most kell a kés, gondolom. Aha. Azt mondja, go out and cook the rabbit. Szóval menjek ki és főzzem meg a nyúlat. De miért nem itt? Jó, akkor menjünk ki. Hoppá. Nem kellett ajtót kinyitnom, elég volt csak oda mennem hozzá. Ó, azt mondja, süsd meg, a, vagy főzd meg a nyulat, a... Mi a fene? Helikopterek jönnek erre, szóval süsd meg a nyulat a tábortűzön. És hol majd a tábortűz? Majd a srácok, körül kell nézni. Á, itt van a tábortűz! Megvan a tábortűz! Na, akkor nyuszi... Husi, mi van? Ó, jön egy nagy UFO, gyerekek, és átvezető film. Most nem tudom mozgatni az egeret. Ojaj! Ne! Na várjál, most ez a robot, engem szétlőtt a robot. És az UFO megjön erre. Mi a fene történik itt, kérem? Lelőtt az UFO-t? Ne! Most... Elvitte a kutyám, a gyerekek, láttátok? Fölmarkolta a kutyát és elvitte. Ezek meg kik? Ezek voltak benne az UFO-ban? Lehet, hogy valami földön kívül lények voltak. Jó, én most meg vagyok sebesülve, gondolom, mert itt van a cím, Stolen Rage, ugye, amit mondtam. Szóval meg vagyok sebesülve, mert piros a képernyő széle. Find a medkit. Keresni kell egy medkitet.
Várjál! Szétlőtte a házam? Na nem mondod komolyan! Na Csabinyó, hát így jártál. Nagyon jó, itt már nem férek át. Jó, akkor emerről megyünk. Lehet, hogy most követem ki a kutyámnak a nyomait? Ott van valami cucc. Aha, az egy nyíl. Ja jó, akkor viszont jó fele jövök. Igen, meg is van a medkit, és hogy kell használni? Ja, most ledobtam, várjál. Ja, F. Menj a kutyád után. Ezek, gyerekek, van egy... Ó, van egy fegyverem. Ó, és 66 lőszer. Ja, akkor ezek lőszerek hozzá, fogadjunk? Aha, jó, ezek lőszerek. Jó, na gyerekek. Akkor menjünk a kutyám után. What? Mi a fene történik? Menj innen el! Ott van még egy. Takarodj! Ott jön még egy. Meg ott is gondoltam, igen, mindegyik hajtóból jött. Egy vagy kettő. Ez az. Oh my god! Oh, micsoda effekt. Szerintem tudok valamit csinálni esetleg, avagy sem. Jó kis zenéje van egyébként, jó kis akciózene. Oké. Na akkor menjünk tovább. Ott jön még egy szemétláda. Takarodj! Megdöglött. Te hülye fejed van. Nézzétek a fejét. De ami meg tökön meg van csinálva, neked tetszik egyébként. Hát srácok, ahhoz képest, hogy tényleg ezt egyetlen ember csinálta, hát elképesztő, baromi jó. Ez egy nagyon jó kis fejlődő tendencia, és azt mondja, hogy ott van valami... Szétfogom... A fene tört... Oh my god! Jó, szétlődik a robotot, az UFO meg elrepült. Menjek ide hozzá? Aha, igen. Enter. What? Azt mondja, a zöld csík mutatja a HP-mat. Aha. Jó. A kék meg az energiámat. Nagyon király. Jó. Tehát akkor a hátamon lévő csík? Vagy milyen csíkben? Másik csíkot nem látok. Azt mondja, bal egérgombban lövök, jobb egérgombban jobb fegyver. És végtelen lőszerem van. Azt írta? És a pajzsot tudom a space-re használni. Meg a pajzsról írt valami... Na várjunk. És akkor nekem most erre kéne mennem? Oh my god! What the fuck? Ez felrobban, gyerekek. És akkor most merre kéne nekem mennem? Várjál. Ja, erre. Ez mi volt? Mi? Ó, nem mondod! Szétet törni a házakat, lol! Várjál, és szétlőni a szét lehet? És szét lehet. Ez de komoly! Aha, és ezekben amúgy nincs semmi? Nem lehet így gyűjtögetni cuccokat belőle, vagy HP-t, vagy valami? Vagy energiát? Jó, gyerekek, most hogy szétromgoltam itt mindent, na menj előre. Akkor itt mehetünk is tovább. Most már akkor tényleg, mert csak erre lehet. Akkor menjünk. Ó, a te szemétláda! Jaj, hogy kezdte célozni? A piros, vagy mi a zöld pöttye a célzóka, de elég furcsán mozog. Vagyis elég furcsán lehet rácélozni. Jó, de ez most sikerült. Az a dög mi? Ú, bakker. What the... Jaj, igen a ház, ugye a szétromboltó ház. Jó, hát itt srácok, itt átvágom a területet, belemegyek ebbe a buzába. Sőt, még ezt a fát is kidöntöm. Meg még a haverját is. Ez tényleg egy baromi meg van csinálva, nagyon tetszik. Egész jó az animáció, meg minden. Nagyon ügyes vagy, kedves Ignác Gábor, mert ő csinálta a játékot. Jaj, szét kéne lőni, mi? Azt mondja, tartsd benyomva a space-t és a balegér gombot, hogy használd a... Várjál, space... Balegér gomb. Ó! Oh my god! What? Ez de komoly, hallod? Akkor ez valami über atomtáp ilyen... izé fegyver? Amivel bármit szétlövök, próbáljuk ki? Hopp, ott valami jön. Próbáljuk ezt a ágyút megint. Nesze! Ez az. Ojajaj, és még föl is robban pluszba. Ott van valami, ezt föl tudom venni? Aha! Na, most kaptam HP-t, srácok, ez a HP-m, vagyis hát inkább energia.
Keres egy biztonságos helyet. Aha, azt nem is tudom szétlőni. Akkor ez a biztonságos hely lesz. Meg van egy templom, ezt gyorsan szétzúzzuk. Így van. És töltés. És a kis átvezető film. És az ott én lennék? Na nézzük! Ó, gyerekek, ez egy új hely. Hát igen, ugye most, hogy a házamat szétrombolta az az UFO, vagy én nem is tudom mi volt az. Akkor úgy látszik, hogy most ide kerültem én. Aha. És meg van sérülve, meg volt sérülve a robotom. Értem. Hoppá. Na, új feladat. Igen, energy core is damaged, tehát hogy az energia mag meg van sebesülve vagy sérülve. Szóval find the energy core for the mag. Akkor ez a mag. És ide kell találnom egy normális energiacellát. Jó. Hát akkor srácok, nézzünk körül. Ezzel fel tudom tölteni a HP-mat, de szerintem nekem most tele van? Azt hiszem tele van a HP-m. Na nézzünk körül. Ez egy ilyen garázsféleség. Aha. Van valami Tev, Rice, Bunker, Corridor. Jó, oké. Okay. Itt van megint valami. Ez az én mekem. Azt mondja, hogy jobb arm, left arm. És ez most mi? Hogyha ezzel rákatintok. Ó! Gondolom ezzel kéne összeszerelnem. Azt mondja, damage, fire rate, cooldown, szóval a sebzésnek az értéke, a tűzerő, ez pedig az, hogy mennyi idő múlva lehet használni. Na ez azért jobban nem, ez ugyanolyan. Ez tök ugyanolyan. Na, itt is van valami, meg itt is van egy nyíl. Na várjál, várjál most, mi van? Damage 10, fire rate 1, cooldown 10. Na várjunk, ezt most föl kéne tegyem valahogy. Esetleg ide. Na várjunk, menjünk ide a nyílhoz. Ja, mert írja is, hogy select green river. Aha, jó. Ki van válaszva, nagyon király. És akkor most ezeket én fel tudom tenni valahogy? Ez így nem működik, vagy... Ja, nem, ide kéne Nem, álljál! Ja, most föltettem oda izét. Aha. Na próbáljuk csak ki. Szóval rátesszük ezt. Ja, nem, E. Nem, pont a másik kell. Ah, fenét. Nézzük. Aha, most tettem föl. Értem. Viszont akkor kéne még egy ilyen. Hát igazából 263, 263. Bármelyiket felteltem. De akkor tegyük föl. Aha! Így. Most már értem. És most kell akkor ez. Ez az. Kircsi. Na és egyébként meg az autóval kéne menni, nem? What? Jó, hát akkor menjünk, srácok. Hát ide mutat a nyíl. És még autóvezetés is van benne. Király. Aha, Green River. Ugye ez lett kiválasztva a térképen, ott a falon. És töltés. Oké. Okay. Szóval akkor még mindig ugyanaz a feladat. És find the military outpost. Szóval egy ilyen katonai helyőrséget kell átkutatnom. Aha. És akkor most menjek addig, amíg meg nem találom? Vagy vagy ez hol lesz? Igen. Szemétláda, el lehet ütni? El. Ja, és az autónak is van HP-ja, ott van. A platón van ráírva, hogy HP 100. Jó, oké. Okay. Aha. Aha. Repair the bridge. Állj meg. Szóval meg kéne javítanom a hidat. Jó, és hogy? Várjunk, hát, ha itt van valami szerszám. Vagy valami cucc. Hát nem. Ez nem nyert. Vagy ez csak egy ilyen... Ilyen kamuház? Ilyen díszlet? Hát szerintem az egyébként, igen. Nem úgy néz, mint hogy be lehetne menni, de akkor meg... Ja, várjunk! Hülye vagyok. Hát elvileg itt is át lehet menni. És ott a víz egyébként. Aha. Jó, akkor átjövünk, és akkor ez lesz az a helyőrség. Na, akkor innen kell nekem valami cucc, hogy megjavítsam a hidat. Na jó, gyerekek, de hogy menjek ide be? Vagy lehet, hogy ki lehet nyitni valamelyik részét? Vagy várjál, szét lehet lőni? Ó, bakker, de hangos volt. És rámesik a deszka. Aha. What? Az meg mi? Ó, gyerekek. Ez a kis robotkez velem van. Engem nem bánt, ugye? Nem bánt. Szia. És el tudom vinni. Na most arra is lehetne úgy menni.
Igen, csak éppen a hídon nem tudok még átjönni, ugye? Kocsival. Jó, hogy el tudom hozni, de akkor először körülnézek. Igen, megtaláltam a cuccot, át lett húzva. Jó király. Repair the bridge. Meg kéne javítani a hidat. Kösz, de hogy? Ez még lőszer. Jó, van 77 lőszerem. Ideje is volt, mert már kezdtem kifogyni. Ez egy új kar. Vagyis új ilyen fegyver, vagy mi. Na várjunk. Oda be kéne menni valahogy, de nem tudok. Itt körbe kéne jönnöm, esetleg... Nem. Ez nem nyert. De valami oldalsó bejárat, vagy oda nem is tudok eljutni? De akkor miért volt az első segélycucc? Na jó, tudjátok mit? Ezt most fogom, elhozom. Ez az energiacella, vagy energy core. Ez kell nekem. Ja, várjál, tegyem be a platóba. Na várjál, akkor fussunk. Srácok, fussunk. Jaj, de megijedtem ettől. Lol. Na, szóval akkor betesszük szépen a platóba. Betesszük. Jó, hát remélem, hogy nem fog kiesni. És akkor visszamegyünk azért a karért is. Vagy azért a fegyverén, nem tudom miért karnak mondom mindig. Szóval a fegyverén visszamegyünk. És megnézzük, hogy az mennyivel jobb esetleg, mint az, ami most van rajta a Mac-en. Mert hát, ha jobb, és akkor viszont meg jól járunk le később. Nézzük csak. Igen, elhozzuk. Puty! Erről van szó. Na, akkor elhozzuk őt is. Hát a később még szükségem lesz rá. Meg egyébként még arra is elmehetnék, hiszen ugye még a hidat nem javítottam meg. Szóval akkor most fölpakolok a kocsiba, és megpróbálom a hidat megjavítani valahogy. Na nézzük. Belepakolok. Nem, kiesik. Nem jó. Hátrébb jövök. Mert az az igazság, hogy nem is leteszem, hanem pont lepottyantom oda magam elé. Na jó, van, nézzük. Hát most kíváncsi leszek, hogy a tanulok az út végén bármit, meg egyáltalán elenged-e a program. Vagy lesz egy láthatatlan fal, amit amúgy nem szeretek a játékokban, mert az egy nagyon rossz megoldás. De remélem, hogy itt nem lesz olyan. És ezek a piros izék, ezek mik? Oh, what? Most mi van? Mi történt? Load last. Jaj, ne! És előről! Oh my god! Na jó van, gyerekek! Akkor eljutok odáig, ahol az előbb voltam. No. Oké, srácok, akkor ezt most fölpakolom, és nem megyek el még egyszer odáig, mert nem tudom, mitől haltam meg. Lehet, hogy valami taposó akna volt az a piros, vagy nem tudom, de megölt, mondjuk robbanást nem hallottunk, de mindegy. Szóval, most akkor két feladatom van, tehát van a Recharge Your Mac, tehát hogy újra kell tölteni az Energy Core-ral a Mac-emet, szóval a robotomat, és meg kell a hidat javítanom. De szerintem ez egy olyan dolog, hogyha itt vagyok, akkor ez a feladatom, de vissza is mehetek, szóval én most hazamegyek, srácok, és akkor megjavítjuk ezt a Mac-et, és meglátjuk, hogy jól csinálom el. És back to hangar. Oké. Okay. Na. Oké. Okay. Na itt van az energia cucc. Tegyem csak ilyen... Ó, igen. Ezt most én föl fogom akkor szerelni. De várjál, az előbb én föltettem már egyet, nem? Oh my god, várjunk, most mi ez? Most valami jött. Oké, okay, föltettem a cuccot. Várjál, most... Nem, azt hittem... Nem a fenét! Mi van kiírva? No area selected. Mi a fene? Takarodj! Jó, a robot kell elintézi. Loading. Valamit tölt be. Aha! Akkor ezt meg kell várnom? És akkor addig ezekkel kell ellennem? Ó, várja már! Ez így mégsem elég. Jó, hát muszáj beleavatkoznom, mert a robot egyedül nem bír bele. Ez az, nesztek, majmok, hogy áll ez a izé? Ez az. Tölt. Elég lassan tölti fel a robotot, de nem baj. Már én megnézzük, hogy áll a feltöltés. Á, most már nem kell túl sok. Jó, jön még valaki? Persze, hogy jön. Amúgy ezek kik? Ez olyan ki fog majd derülni a játékból? És a robottal mi van? Hello! Besült a robot! Nem már! Ez az mindig tölt. Oké, szóval akkor ki kell még mindig tartanom. Oma! Fucker! Takarodjatok! Kész van? Aha, enter! Aha, find the clues about rage.
Szóval nyomokat kell keresnem a kutyámmal kapcsolatban. Ja, és ki kéne választani. Igen, mert ugye az előbb, tehát ugye ki volt írva, hogy takarodjatok. Jó, beszállom gyorsan. Tehát ki volt írva, hogy nem volt kiválasztva terület. Ó, ez az. És kijövünk itt. És széttaposom őket, gyerekek. Aha. És akkor most? What the fuck? Miket lövök, gyerekek? Ez mi? Nem tudok rendesen lőni? Ez egy újfajta fegyver, és nem tudom, hogy kell használni. És nem is tudok itt átjönni, de miért? És akkor... srácok, nem igazán értem ezt a fegyvert. Hogy kell ezzel bánni? Nesztek, majmok! Jó, srácok, nem értem, miért nem fog itt tovább jutni? Haló? Nem enged tovább, semmiképpen nem tudok tovább jutni. Most kiszállok, srácok, kontroll kell nyomni, és E-t. Mi van, ha megölnek? Próbáljuk már ki. Úgyis ez egy játékteszt. Akkor legalább nézzük meg, hogy mi történik, akkor, amikor leütnek. De nagyon kaszabolnak. Igen, már nem kell sok, és... és ennyi. Ja, na most itt vagyok. És... gyerekek, eltűnt minden izé. Persze, mert kétféle fegyver van. Egyik az ilyen közelre lő valamit. Jó, akkor föltesszük a másik karját. Tehát ezt a fajtát. Igen. Igen, és most leesett az, ami eddig rajta volt. És remélem, hogy így már fogok tudni lőni. Próbáljuk ki? Amúgy ez nem tudom, ez a jobb oldali, ez mire való. De legalább tudok lőni. Jó, oké. Király. De várjunk. Kiszállunk. Erről van szó. És akkor szépen kiválasztjuk ezt. Igen, selected. Nagyon király. És akkor most már mehetünk. És érdekes, hogy most már eltűntek ezek a dögök is innen. És ott szabad-e vár az út. Jó, ez nem tudom mi volt, nem tudom, hogy ez mennyire volt bug, vagy én csináltam volna esetleg valamit rosszul, de most legalább működik, és tudok majd lőni is, király. Jó, hát akkor menjünk át a sivatagba, gyerekek. Nézzük meg. Na. És megérkeztem a sivatagba. Na jó van, srácok, akkor azt mondom nektek, hogy ez most akkor legyen eddig ennyi elég. A játékot már láttuk, igazából engem teljes mértékben meggyőzött, tehát én nagyon figyelembe veszem azt, hogy nyilván, hogy nem egy hatalmas nagy cégről van szó. Itt minden egyes dolog egyetlen embernek a munkája volt, szóval ehhez képest is elképesztő volt, meg amúgy is szerintem tök ötletes dolgok vannak benne, például ez a robot, ez nekem kifejezetten tetszik, illetve az egész animáció is baromi jó. Hogyha ebből szeretnétek még látni valamilyen végigjátszást, nyugodtan írjátok le a kommentbe, leírásban pedig megtaláljátok a linkjét ennek a játéknak, tehát Steamen keresztül ti is meg tudjátok vásárolni, és még egyszer mondom, Ignác Gábor játékáról van szó. Úgyhogy srácok, ha támogatni szeretnétek, vagy pedig csak simán kipróbálni a játékot, akkor mindenképpen vásároljátok meg ezt a játékot. És mondom, ha szeretnétek, akkor lesz egy következő rész is, megnézzük, hogy milyen ez a sivatag. Nagyon szépen köszönöm a figyelmeteket, iratkozzatok fel a csatornámra, ha tetszik nektek az, amit csinálok, lájkoljatok a videót, és mondom, kommentben véleményeket várok. Sziasztok!